Hare Krishna. Mohan Govardhan Pudja, az a nap, amikor Krishna felemelte a Govardhan hegyet. Ezért egy pár mondatot gondoltam, említem róla, mert végül aki beszél róla, vagy akár valaki hallja róla, dicsőti, akkor ez mindenki lelkileg fejlődik és tisztul. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yanatasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paschatyadvesha Tarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A mi acsárjáink nagyon sok és érdekes és részletes és ízletes magyarázatokat adnak ennek a keftelésnek. Erről majd jövőre készülünk egy háromnapos vagy három részes előadással, de ma csak egy pici eszenciát beszélünk róla, ami nagyon inspiráló és lelkesítő. Egyik, ami jó tanítás volt az egész keftelésben, hogy amik vannak bakták, akik szolgálnak Krishnát, és néha veszélybe kerülnek. És általában az ember a világban azt várja el, hogyha ő valamit jól csinál, vagy akár Isten szolgálja, akkor már vele ne történjenek rossz dolgok. De Govardhan Pudján, ebben a Govardhan Lilán, vagy Lilában látjunk mást, hogy a probléma az meg fog maradni. Az jön, és jött a pusztító eső, dörömbölt az ég, nagyon pusztító volt, fújt a szél, de Krishna megvédte mindenkit. Megtörtént a probléma, de nem szenvedett egy percet se senki. Mikor és ki kapja elsősorban menedéket Krishnától? Erről egy pár szót gondoltam, hogy elmeséljek, utána röviden egy pár kicsit említjük, hogy mi történt ezen a napon. Patanjali Muni a Yoga Sutrában magyarázza, hogy a szamádit el lehet érni kétféle úton keresztül. Az egyik út ez, amikor megmagyarázza egész jógát, astanga jógát, yamaniyama, asana pranayama, pratyahara dharana dhyana, samadhi. És ez egy nagyon hosszú út, és nagyon nehéz út. De mondja egy másik utat, ezt valahogy mindig kihagyják, akik tanulmányoznak és olvasnak a Yoga Sutrát, mindig valahogy a bonyolult dolgokat jobban észrevesznek, ahol túl van komplikálva misztikus dolgokkal. Patanjali Muni azt mondja, hogy Ishvara Pranidana Va. Ez azt jelenti, Ishvara Pranidana Va. Akkor elmondta a nagy, hosszú, nehéz, lehetetlen számunkra utat, a jóga útját, utána mondja Ishvara Pranidana Va, vagy Va, vagy Ishvara Pranidana. Vagy csak fogd meg és bízd magad Istenre, add át magad Istennek, Ishvara Pranidana. A bízd magad Pranidana, ez azt jelenti, hogy adod a megőrzése magát Istennek. Szóval legy bakta, csak szolgálja Istent, bízd rá mindent, magadot, és ő majd megőrzi téged, megvédi is volt a Pranidana Vá. De ugyanakkor, ami a csárek magyaráznak, hogy van ötféle akadály. És a mi odaadó szolgálat gyakorlata öt fokozat keresztül történik. Ezért gondoltam, először ezt nézzünk meg, beszéljük meg, és utána fogunk látni, hogy ebben kertelésben, Govardhan Lilában is lehet tapasztalni és látni, ott van mind a öt akadály legyőzve. Oké, első akadály,
ez a testünk. Először, ha ember, amikor rábízza magát Krisnára, először test szinten fog történni. Például eljön egy központba, eljön templomba. Emlékszem én is, amikor 94-ben, vagy 3-ban, szerintem 94 volt, amikor meglátogattam Krisna templomba, Mária Remetei úton, akkor nem mertem bemenni. Szóval testtel nem tudtunk bemenni. És utána, persze, amikor behívták, akkor bejöttünk. Mert ember először gondolja, hogy furcsa az az egész, lehet, hogy nem kell bejönnöm, nem kell mennem azok között, nem megyek oda az előadásra, nem akarok, szóval először a test az akadály. Aztán utána egyik első lépés, amikor valaki legyőzi a testét, vagy meggyőzi, vagy legyőzi a testét, akkor elkezd közelíteni Krisnát, akkor ez az Isvara Pranidhana kezd történni. A második következő akadály, ez az érzékek. És az érzékek legyőzése történik, amikor valaki elkezd hallani, ez is egy érzék, hallani és tisztelni prasadamot, ez a kettes. Utána, amikor ez megtörténik, akkor jön mondjuk vasárnapi programra, bakták között, akkor kezd tisztelni prasadamot, de még mindig ő nem szolgál. Szóval a prána, ez a következő szint, amikor valaki saját pránát felajánlja Krisnának, és még nem történt meg. Ez itt a harmadik, ami fog történni. Ez az, hogy valaki mondja, hogy én segítsek valamit. Lehet itt mosogatni, vagy szolgálni baktákat. És mindegyik meghódulás, vagy megbízás, amikor bízza magát Krisnára bakta, vagy különleges boldogsággal történik, amikor valaki elment először testtel a baktákhoz, a templomba, utána kérdezik, nem sajnálod, hogy elütél? Ú, nem, olyan élmény volt. Utána, amikor prasadamot eszik, ú, ez valami nagyon különleges, nagyon finom az az étel. Utána jön ez az érzékek, utána jön a prána, és akkor, hát, én valamit segítenek, gyere mosogatni, itt vannak az edények, megmaradták a lakomából, mosogass, vagy lehet osztani másoknak prasadamot, szolgálni baktákat, és ez egy nagyon nagy öröm. És, mert mi tudjuk, hogy Krisna mondja, aki azt mondja, hogy az én szolgám, az nem az én szolgám. De aki az én szolgámnak a szolgája, az az én szolgám. Ezért szolgálni baktákat különleges élmény. És ez akkor történik, mikor pránát, a saját életlevegőt szálljunk arra. Tudod, még nincs. Az elme még nincs benne. Az elme ez majd a következő szinten. Mert amikor valaki szolgál, csak itt jót akar, de még nem tudatos ez, hogy én most szolgálok egy baktát, Krisnának a baktáját. Ez még nincs. Én csak látja, hogy jó személyek ezek a Krisnások, és akkor hadd szolgálják, segítsek nekik, mert ilyen jó személyeknek segíteni nekem jó esik. És akkor ő így érzi, hogy örömet szeretne okozni, és amikor látja, hogy valakinek örömet szerezt, akkor ez az öröme. De a következő, amikor a tudattal, az elmével, amikor már látja kapcsolatot, hogy ezek a személyek közel állnak Krisnához, Krisnának a baktái, és őket szolgálni, igazán örömet szerezni Krisnának. És volt egy történet Srila Prabhupáddal sok között, amikor az ő egyik szolgája, titkára mondta, hogy szeretnék Srila Prabhupát elmenni tőled, mert már itt vagyok ennyi ideig, de nem érzem fejlődést. Én valahogy nem érzem, hogy itt fejlődök itt melletted. És Srila Prabhupát nem mondta neki semmit, csak mondta, jó, próbáld meg maradni azért, maradjál, majd én segítek, megoldjunk, gondoskodunk róla. Srila Prabhupát minden megtette, hogy maradjon a bakta. Viszont a leckén másnap, vagy
közeli leckében, amikor beszélt, akkor mondta a leckén, hogy ne próbáljátok fejlődni, hogy ő függetlenül, hogy én most önmagamtól még mindjárt itt fejlődök. Srila Prabhupád mondta, nem kell próbálni fejlődni, ne próbáljátok. Próbáljátok szolgálni a lelki tanítómestert. Mert a ti fejlődésetek a lelki tanítómester szolgálat által fog történni. És ezért, amikor van ez a tudat, hogyha én szolgálok baktákat, szolgálok lelki tanítómestert, ez az én fejlődésem. Ez itt már az elme, amikor ez a meditációban látja a kapcsolatot Krisnával, akkor ez egy jó hangulat. És a következő, az utolsó, az a legnehezebb, ez az ego. Akkor ez az Ishvara Pranidhana, a következő, amikor valaki egót átadja Krisnának. Mit jelent, hogy egóval meg rábízni magát ego szintjén, és ez egy legnagyobb akadály, hogy én Krisnát szolgálom. Az ego szinten ez azonosság, hogy én Krisna szolgája vagyok, én baktáknak a szolgája vagyok. Most én ezelőtt, amikor még nem, ego még nincsen átadva, akkor ott csak az a megértési, hogy igen, hogy ez így tudok fejlődni, mint egóval nem azonosítom magamat szolgával, hanem csak látom ezt a kapcsolatot, hogy én baktákat szolgálok, akkor lelkileg fejlődök, de ego még nincs. Ezért az legfontosabb ez az ego. Amikor azt is átadja bakta Krisnának, hogy én a te szolgált vagyok, én a te szolgáidnak a szolgája vagyok, dásza, akkor igazából Krisna teljes mértékben veszi magára fáradtságot megvédeni baktát elsősorban. Szóval sorrend, aki hány szinten átadta magát Krisnának, olyan sorrendben Krisna kezd vigyázni sürgőségében, mondjuk így, hogy aki teljes mértékben átadta, egóval együtt, akkor ő az első. Aki a négy szinten, akkor ő a második, három szinten, és akkor így tovább, és így tovább. Így akkor, amikor Krisna felemelte a hegyet, lehet egy pár szót erről beszéljünk, és tartotta az Ujján hegyén, azt mondják, hogy a körömnek a hegyén tartotta 7 napig, amikor csak felemelte, akkor először bátorította. A Srimad Bhagavatamban ezt minden olvasható, bátorított a gyertek, és a bakták először aggódták, hogy fuha, lehet, hogy nem túl biztonságos lesz. De mondta Krisna, ne aggódjatok, itt minden rendben lesz, ez a hegy nem fog eldőlni rátok. És akkor eljöttek oda. Belkezdtek belépni. És mit látták? Mikor felemelt a hegyet, akkor mélyedés lett. És akkor oda bementek, kezdtek bejönni bakták, akkor látták, hogy ott a hegy alatt már készen állnak a házok, palóták, legelők a teheneknek. Szóval nagyon szép, csodálatos kert lett. És kérdés az, hogy mi tudjuk, már csak a Nanda Maharajnak 900 000 tehene van, és ott sok gópa létezik, sok tehén pásztor, végtelen gopik, végtelen gópa és végtelen tehén, hogy hogyan egy kis hegy alatt, amit Krisna felemelte, elfértek mindennyiük. És erre az acsárjaink magyaráznak, ahogy csak Krisna megérintette Govardhan hegyet, olyan lelki boldogságot elkezdte tapasztalni a Govardhan hegy, hogy elkezdte tágulni a szeretettől, és akkor végtelen nagy volt, és puránakat is idéznek, hogy mondták, hogy olyan nagy lehet a Govardhan hegy, hogy alatta elfért volna minden három világ. És akkor itt mindenki bejött, akkor jött a boldogság, amikor látták
Krishnát, bakták, akkor elkezdte mindenki különböző érzelmekkel, szeretett érzelmekkel váltani Krishnát, vagy maga tapasztalni Krishnát. A barátok olyan boldogok voltak, a gópák odaszaladtak Krishnához, és akkor ütöttek itt a vállán. Hú, Krishna, nagyon jól csinálod! Hogyan csinálod? Add nekem, én is egy kicsit, hagyd fogjam egy kicsit, én is, nem csak te. Tudod, múltkor, mikor birkóztunk, akkor legyőztelek, akkor most adod a nekem is. Te nem vagy különleges itt, szerintem ez bárki tudja csinálni. És akkor, szóval gópák így örülték neki, akkor Nanda Maharajot állt, és akkor így felemelt fejjel, így körbenézte, és akkor így utalta, látjátok? Ez az én kisfiam. Ő képes, igen, az én kisfiam, ő ilyen, ő fel tudta emelni ezt a hegyet. Aztán Jasoda mama hirtelen realizálta, hát ez az én kis drága kisfiam, pici gyerek, felemelt ezt a hegyet, hát ez most mi lesz vele, hát ez egy túlterhelés. És akkor elkezdte nagyon izgulni és aggódni. De Madhumanga, amikor észrevette, akkor odajött és oda mamahoz, és mondta, ne aggódjál, tudod, ő csak próbál ezt csinálni, de én miattam nem fog elejteni, mert én vagyok a brámana, és én most a mantrákat vibrálok, és ezek a mantrák tartanak ezt a hegyet, egyáltalán nem fog semmi történni. Teljes extázis és boldogság hatás alatt voltak Krishna és a barátok. Krishnát úgy neveznek, hogy Akila Rasamrita Murti. Ő lelki rasszának a tárhelye. És ott egy időben mindenkivel külön-külön, aki milyen rasszában volt, Krishna tudta ezt élvezni és tapasztalni. Szóval több bakta, aki másféle kapcsolatban van, mindenki ezt tapasztalta. És ez történt, most nem megyünk a végére, csak annyit pár szóba mesélek. Ugyanakkor ez a boldogság és ez a intenzív, szeretett viszony a Krishna és bakták között olyan intenzív és erős volt, hogy 7 napon keresztül senki nem evett, nem ivott és nem aludt, hanem éltek ezt a csodálatos viszonyokat és a kapcsolatot. Ez a keftelés újra és újra mutatja, hogy Krishna, ő mindig nagyon könnyen megvédi baktánkat, és ő az a személy, aki lelki világba vissza fog kerülni, akkor náva-náva rászadálmani, új és új ízeket fog tapasztalni. Ezért mai napon meditáljunk ezen a keftelésen, hallgassunk több leckét, olvassunk róla, és merjünk egy kicsit eltudatul, és mi is megkapjunk különleges kegyet ezen a napon, hogyha meditáljunk a Giridhari. Köszönöm szépen! Shri Shirad Hashama Sundar ki jai, Shri Govardala ki jai, Shri La Prabhupada ki jai, Nitai Gora Premanande. Hare Krishna.